Téma című adásunkban nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Önök ezt már ismerik. Tehát jön a tanulmány, és jön az uniós reform egyik legnehezebb része, a gazdaság. De önök, kedves nézőink, már ismerhetik Tömör professzor úrnak a véleményét. Én azt mondom, hogy hallgattassék meg a másik fél, és a másik fél pedig Szögedről dr. Halász József, aki a tanulmányt készítette. Köszöntelek, üdvözöllek, előjáróba. Szeretném, hogyha áttekintenénk egy kicsit a pénznek a funkcióját a gazdaságban. Mondjál róla valamit. Le kell szögezni, hogy a pénz nem értékteremtő, hanem értékközvetítő. Amikor a pénzzel foglalkozunk, akár úgy, hogy kapjuk, akár úgy, hogy odaadjuk valakinek, voltak éppen egy cserét bonyolítunk le. Amikor dolgozunk, akkor a munkánkért kapjuk cserébe a pénzt, a fizetés a pénz formájában, és amikor pedig a életföltételeinket biztosítjuk, veszünk valamit, vagy szolgáltatást, számlát fizetünk ki, akkor megint csak egy cserét bonyolítunk le, amikor ezt a pénzt, amit mi valahogyan megkaptuk, ezt odaadjuk annak az ellenszolgáltatásaként, ami után aztán majd megy a saját útján. Azt kell ebben látni megint, hogy mint eddig mindig és minden területen, hogy a pénz az kiszolgálja az embert, és nem az ember szolgálja ki a pénzt. Hatalmas fontosságú, és nagyon lényeges, ezt figyelembe venni. Tehát a sorrend. A sorrendet. Ki és mi van, miért. Nagyon kell, hogy ezt lássuk. Na most a pénz ugye ott kezdte el önálló életét élni, amikor önmagát teremtette újra, kamatok formájában, elsősorban ez a legtipikusabb módszer, amikor a pénz az már elvált az érték közvetítő szerepétől, tehát önálló életet kezdett élni. Egy darabig még volt egy biztonsági intézkedés, hogy legyen egy fedezete a pénznek, ami azt mutatja, hogy az tényleg felhasználható erre a cserére, mert mögötte van valami, hogyha valami krach jön be, akkor még mindig ugye egy darab aranyat lehet kapni azért a pénzért, ha már nincsen több. Arany is volt az első fedezete. Most amikor alapvetően változott a helyzet, amikor az Egyesült Államokban megjelent a dollár, tudnék, ez nem állampénze volt, hanem egy magánbank csoportnak a pénze, ma is az. Innentől kezdve az állam, mint pénzkibocsájtó szervezet, az egész világ pénzét meghatározó kibocsájtó szervezet, az Egyesült Államok, gyakorlatilag föladta azt a jogát, hogy a saját értékei közvetítésére egy saját bankjegyet használjon föl, átadta ezt a bankoknak, akik így aztán az állam fölöttivé váltak, tehát ők irányították tulajdonképpen pénzügyileg, gazdaságilag magát az államot. Ugyanez jött át az EU-ba, mert azt látjuk... Tehát innentől már nem az állam volt monopól helyzetben, hanem a bank. A bank volt, és folyamatosan átvette az általános irányítást az állam funkciói fölött is. Most ezt látjuk a EU-ban, amikor az Európai Központi Bank ugyanezt a szerepet játsza, mint a Világbank, vagy az IMF, hiszen annak részeként működik. Ez azért nagyon fontos, mert a pénz, a forgalomban lévő pénz egy-egy országban és az egész világon, annak annyinak kell lennie, mint amennyi az előállított termék a megnövekedett nemzeti vagyon azonos értéket kell, hogy képviseljen. Amennyiben ez nem így van, akkor megbomlik a kereslet és a kínálat, a igényes a lehetőség közötti egyensúly, és akkor van a pénzügyi problémák előjönnek, vagy az infláció, vagy a defláció. Mind a kettő egyformán rossz, mert az egyik azt jelenti, hogy több az áru, mint a pénz.
ez a defláció. Ugye ezt látunk a Szovjetunióban, amikor a gum előtt sorált, mikor azt mondták, hogy megjött a gumicsizma. És teljesen mindegy volt, hogy milyen. Mindegy volt, hogy mi jött. Jött valami, volt pénzem, nem volt addig áru, most van áru, na akkor azt megvásárolom, ami volt. Tehát ez a defláció. Az infláció ennek a fordítottja. Amikor áru rengeteg van, ezt éljük meg most, és viszont a vásárló erőnek nevezett kint lévő pénz, a csereeszköz, az viszont kevesebb, mint ami ott van. Na akkor vannak azok a manipulációk, pénzügyi manipulációk, amivel a kint lévő termékmennyiséget megpróbálják eladni. Na ekkor jön a hitel. Ezt tapasztaltuk ugye karácsony előtt. Igen, nulla. Áldjuk és átkozzuk. Így van, mert akkor áldjuk, amikor úgy kapunk meg valamit, hogy nem kell érte fizetni akkor semmit, viszont amikor utána jönnek a számlák és a részleteket fizetni kell, mit tudom, több hónapon keresztül. Mondjuk akkor a 72. hónapban is. Igen, akkor már el is felejtettem, meg már el is romlott, meg már nincs is meg az, amiért még mindig fizetek. Szóval, és ugye itt van az, hogy önmagát növeli, önmaga értékét növeli a pénz, mert nyilvánvalóan nem annyit kell vissza, hogy kifizetnünk, hanem sokkal többet. Ez egy alap problémát jelent, és no tehát... Tehát aki, itt azért elmondhatjuk, ugye, hogy aki belekerül ebbe a mókus kerékbe, az akár, ha nem figyel oda, egzisztenciális ellehetetlenüléshez is vezethet ez, ugye, hogy amikor már gyakorlatilag személy gépkocsit is kaphatunk. Igen. Személyigazolvány felmutatása. Különösen akkor veszélyes ez, hogyha a pénz megszerzésének, megkapásának feltétele az egyik oldalról, tehát a hitelt igénybe vevő oldaláról bizonytalan. Magyarul. Nem biztos, hogy lesz munkája a 72. hónapban is, munkahelye. Tehát van egy ilyen bizonytalansági tényező. Most erre kell ugye biztonság a bankoknak, akik ezt a hitelt nyújtják, és így lehet ezt ennek a leg, vagy a kézizálog, vagy a jelzálog. Igen, ez a két-három kezes jelzálog. Innentől kezdve. Úszhat akár minden. Pontosan, és amennyiben, tehát a föltétele nincs meg a hitel visszafizetésének, akkor bizony egzisztenciális és anyagi gondok elé néz az, aki a hitelt igénybe vette. A legborzasztóbb ebbe az egész hitelkonstrukcióba az, hogy a felelősséget, a kockázatot egyedül az igénybe vevő viseli. A bank sohasem. Ennek ellenére azt mondja, hogy ő neki azért kell magas kamatot számítani, mert ha nem kapja vissza a pénzt, és nincs is neki mobilizálható fedezete, akkor ő bizony ráfizet. Ez nagyon érdekes megközelítés, mert a gyakorlat nem ezt bizonyítja. Van-e igazságtartalma? Nem, ez inkább önmagyarázat. Ők azért kiszedik azt a pénzt, amivel tartozik neki a kuncsak, szóval nem kell őket félteni különösebben. Annál is inkább, és ezt a tények bizonyítják, hogy mi 2005-ben a bankok és a multinacik együtt, multinacionális cégek elnézést a beszélzésért, együtt 800 milliárd forintot vittek ki Magyarországról, addig a 2006-ban 1200 milliárdot, és a KSH legújabb fölmérése szerint ebben az évben 1500 milliárd fog lenni az, amit kivittek. Tehát akkor ezek szerint mégse volt olyan nagyon kockázatos az üzlet, ha ennyi haszon termelődött belőle. Tehát ez jó befektetés. Igen. Pénz. Lépjünk tovább. Gazdaság, politikáról beszélünk. Gazdaságról egy-két szót. Minek a szolgálatában működik ez a gazdaság? Az ember szolgálatában kellene, hogy működjön, de hogyha... Még mielőtt definiálod, ez minden egyes emberé, vagy csak egyes emberek szolgálatában működik? Hát minden emberi szolgálatában kell, hogy működjön. Optimális esetben. Igen, jól hangzik. De most nem így néz ki. Mert tulajdonképpen és ez a rendszerből adódik. Amikor arról beszélünk, hogy kapitalizmust, egy kicsikét nézzünk utána, hogy mi is ez. Azt már tudjuk Bibó István óta, hogy a szocializmus és a kapitalizmus között nincs lényegi különbség, mind a kettő osztálytársadalom, osztály szemléletre épül, és mind a kettőnek közös jellemzője az, hogy kitermel magából
az uralkodó osztály egy elitnek nevezett réteget, ami aztán szépen elszakad az őket megválasztó emberektől, tehát önműködővé válik. Igen, tapasztaljuk. Ezt tapasztaljuk. Ha ezt 1990-ben mondta volna el valaki, amikor ugye azt mondtuk, hogy a kapitalizmusban van a megoldás, akkor mindenki azt mondta volna, hogy hát te hülye vagy, össze-vissza beszélsz minden marhaságot. Most már rájöttünk arra, hogy Bibó Istvánt hát nem egészen joggal csukták le 4 évre 1953-ban, amikor megjelent neki ez a tanulmánya. Mert hát igaza van, de ugyanaz a mostani helyzetre is él és érvényes. Mert mi itt a baj? A kínálat manipulálja a keresletet. Voltak éppen ezért kínálat monopól liumok jönnek létre. Tehát olyan gyártó cégek, akik a piac jelentős részét meghatározzák elektronikában, különböző szolgáltatásfajtákban, a különböző árutermelésekben, szállításban, és így tovább. Tehát egy olyan helyzetet alakítanak ki, amikor egy túlkínálat természetszerűen adódik, mert hogy azt mondják, hogy mindig rendelkezésére kell bocsájtani a vevőnek a teljes repertoárt, hogy megfelelőképpen tudjon választani. Igen ám, csak hogy ezzel manipulálják a keresletet. Mert nem azt veszi meg az ember, amire neki igaziból szüksége van, hanem nézi a reklámot, ugye egy-egy jobb filmnél, úgy azért közben egyszer-kétszer, legalább 10 percig nézzük a reklámot, és közben igen, mindenki... Igen, az élete nem lehet teljes, ha azt azonnal nem veszi meg. Így van. Tehát ez egy agymosás gyakorlatilag. Pontosan, tehát ezért a kínálat manipulálja a keresletet. És ezért nem az igény és a lehetőség van egymással összhangban, mert nem azt igényli, ami a kereslet, amit a manipulált kereslet jelent, hanem azt rábeszélik, hogy neked szükséged van erre a kaptafára. Igaz, hogy nem vagyok Schuster, nem baj, akkor is neked szükséged van a kaptafára, és vedd meg. És addig mondják, ameddig meg nem veszem. Tehát ez az alapállás, és itt van az alapvető probléma. Nos, emiatt, hogy a pénz egyrészt elszakadt az érték közvetítő szerepétől és érték teremtővé vált teljesen illogikus és természetellenes módon, másrészt pedig a monopol helyzetben lévő cégek a kínálattal manipulálják a keresletüket, és ezáltal egy természetellenes felhasználást valósítanak meg. Ezzel már ott is vagyunk, hogy mi a lényege ennek az egész globalizmusnak. Egyrészt pénzhatalom, másrészt az ehhez kötődő termelési, szolgáltatási, központosított termelési, szolgáltatási hatalom. És ezt valósítja meg tulajdonképpen az EU. Ezért van az, és most már rátérve konkrétan az EU gazdaságpolitikájára, kérem szépen, az Európai Központi Bank gyakorlatilag az irányítója az EU-nak. Gondoljunk bele, egyetlen bizottság, egyetlen határozat, úgy bizottsági vagy bármilyen határozat nem születhet meg, hogy az Európai Központi Bank azt ne hagyja jóvá. De ez nem elég, hanem a tagállamokon belül is az egyes beruházások, egyes bármiféle olyan tevékenység, aminek pénzügyi vonzata van, így írja le. Hát minek nincs pénzügyi vonzata? Az gyakorlatilag csak az Európai Bankon keresztül valósulhat meg. Az ő engedélyével. Tehát gyakorlatilag az történik, amit az Európai Központi Bank akar. Ez az egyik oldalnak a erősítése. A másik oldali, az pedig az a, egyszer már idézett, ezt mindig fogom idézni, mert ez egy klasszikus dolog, szóval ez szó szerint kell idézni, kérem szépen. Az Európai Alkotmánynak a 3. szakasz 166-os fejezete volt most, cikke, az Európai Unió működési szabályzatának 86. cikk 2. bekezdésében a következőt írja, szó szerint olvasom föl. A jövedelemtermelő monopólium jellegű vállalkozások olyan mértékben tartoznak a szerződések szabályai, különösen a versenyszabályok hatája alá, amennyiben ezek alkalmazása sem jogilag,
sem ténylegesen nem akadályozza a rájuk bízott sajátos feladatok végrehajtását. Hát de könyörgük, akkor ez gyakorlatilag a multin, azok mindenek fölött. Pontosan. Tehát ő rájuk semmi nem vonatkozik. És ezért lehetett azt ugye megcsinálni, és ezért vita is volt az EU csatlakozásunk után mindjárt, abban, hogy a multinacionális cégek, kereskedő cégek adómentességet élveznek. Hogy akkor most fönntarthatják, vagy nem. Annyira egyértelmű és látszatvita volt, hogy nem igaz, mert fönntarthatták, ugye most is megvan, de nem csak a kereskedőknek, hanem a gyártó, szolgáltató, egyéb szolgáltató. Hát igen, adómentességüket, ugye ők megkapták ezt az adómentességet X évre. Így van. Na most mi történik? Átcímkézik, ugye a név változik esetlege. Most ez viszont egy olyan esélyegyenlőtlen helyzetet eredményez, hogy gyakorlatilag egy nem a monopol cég részeként működő kis vagy közepes vállalkozó nyilván, hogy nem tud versenyképes lenni, mert ő rá viszont vonatkozik az adókötelezettség. Tehát itt egy eleve van egy olyan rendelkezés, ami ellehetetlen. Hiába mondják azt, hogy majd ekkora meg akkora támogatásokat, erről majd külön kell, hogy beszéljünk, hogy mi az, hogy támogatás és mi a forrása. Támogatásokat kapnak a kis és közepes vállalkozások, ez blöf. Lehet, hogy lesz egy-két kiemelt ilyen dísz kisvállalkozó. Igen, a kirakatban, akiket van, ki tudunk tenni. Aki kis János kisvállalkozó, milyen hatalmasat fejlődött, ilyen lesz egy-kettő, de ez nem zavarja az összképet. Tudnék, 2006-ban a KSH tanúsága szerint 700 ezer kisvállalkozás ment tönkre Magyarországon. Ez azért, kérem szépen, egy 10 milliós lakosú államban ez nem kis teljesítmény. Döbbenetes szám. Úgyhogy ezt kell alapul venni. Mert miért kerülünk ilyen szörnyűséges helyzetbe? Most nem a kisvállalkozások, illetve a kisvállalkozások is. És ide azért még hadd mondjak valamit. Azt mondjam mindig éppen aktuálisan működő gazdasági miniszter, vagy szakember, vagy akár miniszterelnök, hogy kérem szépen, a makrogazdasági mutatóink úgy emelkednek, hogy már az eget verik. Azt nem mondja el, hogy a mikrogazdaságunk viszont tönkre ment. Tehát a picik azok tönkre mennek. A nagyok, a makrogazdaságot reprezentálók, a gazdaságnak kb. 80%-át kitevő nagyok, azok növekednek. Hogy látjuk gyakorlatilag, mi lesz itt a továbbiakban a mikro és a kisvállalkozások sorsa? Az előzőekben nem mondottakban egyenesen következik. Tudnék, hogy a makrogazdaság növekszik, és a mikrogazdaság az pedig elhalt tulajdonképpen. Ez pontosan ebből a struktúrából, fölépítésből adódik, hogy a multinacionális cégekre nem vonatkoznak az EU előírásai, tehát nem vonatkoznak a mennyiségi korlátozás intézkedései, nem vonatkoznak a támogatás, kiegészítés, tiltó intézkedések. Avám nem érinti őket különösebben, mert amikor ők elvisznek valahova valamit, akkor az EU-n kívülre megy, tehát akkor a vám az már megint működik a számukra, kisvállalkozó számára, miután az országában dolgozik, ez nem vonatkozik, ha nem az országában, hanem netán a környező országokban is van neki érdekeltsége, akkor megint ugyanaz a helyzet, mert őre vonatkozik az, hogy az állam nem adhat kiegészítő támogatást. Az ő cikk ő által előállított termékkel, vagy végzett szolgáltatással kapcsolatban a mennyiségi korlátozás tilalma az vonatkozik. Tehát az ő konkurens termékét, vagy szolgáltatását, akár egy multinacionális cég is bátran behozhatja az országba, és ezzel gyakorlatilag
az ő versenyképessége megszűnt. De miért kell kettős mércével mérni és pozitív diszkriminációt alkalmazni? Miért jó ez? Hát ezt nem tőlem kell megkérdezni, mert itt nyilvánvaló, hogy azért ennek az a célja, hogy még inkább erősödje az a polarizáltság, ami az egész, mondhatni, európai társadalmat nyomja, amikor van egy szűk, meggazdagodott réteg, és van egy igen nagy létszámú kisebbségben élő réteg, akik viszont napi gondokkal, megélhetési gondokkal küzdenek. Ne felejtsük el, Magyarországon ma 200 ezer ember éhezik. Ez döbbentes szám. Az éhező gyerekek száma, akik effektíve, tehát gyakorlatilag nem minden nap esznek, ez 13-15 ezer között van. De az összes éhező, tehát akik nem eleget esznek, azoknak a száma 80-90 ezer. Aki Magyarországon ma a létminimumon, vagy az a környékén él, ez már több mint 4 millió ember. A további körülbelül 1,5-2 millió úgy tudja az életföltételeket biztosítani magának, hogy gyakorlatilag beteggé dolgozza magát. Rengeteget fel kell vállalnia, hogy el tudja tartani, egy bizonyos szintet tudjon tartani a családjában. Ez az a középosztály, ami viszont a hitelfölvételekkel törvényszerűen nagy része el fog szegényedni. Tehát itt a kiszolgáltatottság növelése, az a cél. Az, hogy az emberek olyan helyzetben legyenek, hogy örüljenek annak, ha egyáltalán a minimális életföltételüket biztosítani tudják. Ezért elvállaljanak olyan munkákat, ami alulfizetett, ami egészségtelen körülmények között kell végezni, és így tovább. El tudják tűrni azt, hogy a saját helyzetüket kihasználva azokat az értékeket kénytelen legyen eladni, ami eddig az élet fönntartását szolgálta. Termőföld. Hát most nem túl egy rózsás jövőkép, az hát biztos. Hát nem, ebben nem. Most a minapi dolog. Azt hiszem éppen Győr-Moson Sopron megyében valahol 400 hektárnyi területet vett meg egy külföldi érdekes. És sajnos nem az első. Nem az első, de ezt úgy csinálták meg, természetesen két magyar vette meg, és bérletbe adta nekik, mert hát most még ez a figura. Nem ez lett volna a nagyobb baj, mert ez egy termőterület, mezőgazdasági termőterület, hanem az, hogy erre aki a tényleges vevő volt, az bizony a rendeltetésével ellentétesen akarja használni, tehát oda valamit építeni akar. Televízióban láttam Gráf úr a miniszternek a véleményét, széttárt karokkal azt mondta, hogy nem tehetek semmit, a törvény köti a kezemet. Ő is érzi, hogy ez nem nonsens. És az az érzésem, hogy az MSZP-ben most megindult és rendkívül keményé, folyamatosan keményé váló belső ellentétnek pontosan az az oka, hogy a képviselők egy része rájön arra, hogy ezt a politikát tovább folytatni nem lehet. Nem kormánypolitikáról beszélek. Tehát megszólalt a lelkiismeret. Megszólalt a lelkiismeret. Most azzal, hogy itt az elmúlt évben nagyon sokat beszéltünk arról, erről most is elmondtam már eddig kétszer vagy háromszor, most megint elmondom, ez a 1993-as alkotmánybírósági határozat, ami azt mondja, hogy a választó nem számoltathatja el az ő általa megválasztott országgyűlési képviselőt, mert a választás pillanatától kezdve csak a pártjának tartozik felelősséggel. Nos, ez az, ami teljesen érthetetlen és nonsense. Nos, és ezt érzik az most már néhány országgyűlési képviselő, hogy őt nem azért választották meg, hogy a pártja érdekét szolgálja. Hogy fog az emberek elé állni, és pontosan erről magyarázni a bizonyítványát. Pontosan, meg itt a lelkiismeret, hogy őt azok a szerencsétlenek választották meg, akik most tönkre mennek, akik már a nyomor szintjére kerültek, és ő nekik tartozik felelősséggel igaziból. És ez, hogyha megérzik az országgyűlési képviselők, és remélem, hogy azzal, hogy most fölhívjuk erre megint a figyelmüket, a következő napokban személy szerint is fölhívjuk a figyelmüket, egyre többen lesznek. Mert nem szabad elfogadnunk azokat a
diszkriminatív rendelkezéseket, amelyek minket sújtanak. Az előbb beszéltünk arról, hogy nem lehet kiegészítő támogatást adni az államoknak. Nálunk nem csak ez a baj, hanem az, hogy még azt a támogatást se kapjuk meg az EU-tól, amit a többi, a 15-ök megkapnak, hanem annak csak egy bizonyos százalékát. Ugye most ebben az évben 70%-ot... Hát ha itt tartunk, akkor ez számomra nagyon érdekes, ugye, mert azért vannak olyan országok, akik igenis ki tudták maguknak harcolni, tehát olyan jellegű tárgyalásokat folytattak. Ki képviselt bennünket? Vagy hogy tárgyaltunk? Itt nyilvánvaló, hogy a kormány felelősség is megmutatkozik, de hogyha most konkrétan Lengyelországra gondolsz, mert nyilván, hogy arra gondolok, mert legyen egy jó példa előttünk, mert ők nagyon karakám módon kiharcolták azt, hogy sőt, hát ugye most az utolsó EU tárgyaláson 19-e előtt, tehát nem 19. október 19-én, hanem előtte lévő tárgyaláson azt mondta a lengyel miniszterelnök, és teljes igaza volt, hogy a Sarkozynek, és Sarkozy megengedheti magának, hogy Franciaországon a tőke és az áru szabad áramlása csak félig teljesüljön, akkor Lengyelország miért nem engedheti meg? És nincs igaza? Hát teljesen igaza van. És erre azt mondták, hogy hát a hozott jogok, meg hát azért nagyságrendi különbség. Azért bebizonyították, hogy hozott jogok, meg szerzett jogok, igen, ugye? De ezzel szemben Gyurcsány Ferencnek az első volt, aki Merkel asszonnyal ugye nagy parolázás közepette azt mondta, hogy ő biztosítja az EU vezetőit arról, hogy Magyarország mindent elfogad, mint a teljes csatlakozás. Hát ez aztán a képviselet. Hát igen, igen, igen. Szóval ez kétségtelen, hogy megvan. De a lengyeleknél azért egészen más ám a helyzet, az adottság, mint mi nálunk. Most nem csak a terület és persze, a létszám nagysága, hanem sok-sok olyan hagyományok. Dolog van, igen, egy sokkal erősebbek belülről a lengyelek. Szóval igen, mert a lengyeleknek valahogy nem mondták meg politikusaik, hogy merjünk kicsik lenni. Igen, igen. Szóval ha nekik is elmondták volna, ugye nekik nem mondták, nekünk miért mondták el? És akkor lehet. És mi most már lassan merünk is azok lenni. És utána meg csodálkozunk, hogy fele annyit kapunk, mint más. És ugye Lengyelország hát a második világháború után, hát ugye őket nagyon sok... hogy mondjam, kár érte mindenféle vonatkozásban, 27 millióan voltak. Ma már több mint 40 millióan vannak. Mi a második világháború után is 10 millióan voltunk. Most is annyian vagyunk, vagy még kevesebben. Tehát itt van valami olyan a két ország lakói között. Ezek a visegrádi négyek, ezek nem szoktak találkozni? Vagy kiről veszünk mi példát? Nem tudom. No, de ez az egyik, tehát ezzel én azt hiszem, hogy nem túlzottan sok választásunk lenne, mert a másik oldalt is hadd mondjam, mert rögtön itt. Július 23-án írták alá az, hogy az irányelveket elfogadják az új szerződés kimunkálására. Ez egy hosszú meccs volt. Hajnalban írták alá, 23-án hajnalban. A Orbán Viktor nem mulasztotta el, hogy még 23-án biztosítsa az EU-t arról, hogy ők egyetértenek ezekkel az irányelvekkel. Kérem szépen. Ő ismerte egyébként ezeket az irányelveket? Ott volt végig. Ő minden egyes tárgyaláson ott van, miután ő a néppárt alelnöke. Tehát ő hivatalból részt vesz minden tárgyaláson, ami ezzel kapcsolatban van. Valami... És most neki fogjuk elküldeni ezt az anyagot, hogy olvassa. Persze, őnek is, meg a Gyurcsánynak is, meg az összes. Annak, aki ott ül? Hát kénytelen vagyok. Hát szóval, ha ő azt akkor mondja... ő mit hall ott? Vagy de... melyik újságot olvassa közben, miközben ezek a tárgyalások és megbeszélések folynak? Muszáj ezt ismerni, és itt a baj, hogy a... És tudja, hogy mit ismer? Hát ezt én nem tudom, hogy ő tudja-e, de azt viszont tudom, hogy ez így, hogy ők nem mondják el azt, amit én elmondok itt most több részen keresztül, ezzel hazugságot követnek el. Mert hazudni nem csak valaminek a rossz
Ha nem mondom el, nem az elhallgatottság is pontosan. Ugyanilyen... Tehát mondjuk el csak a jó oldalt, ugye, és akkor szimpatikusak maradunk, aztán utána majd, ugye, majd adagoljuk valahogy. Pontosan. Most miért vegyünk a nyakunkba annyi gondot, hogy elmondjuk, hogy ez az előnye, ez meg a hátránya, ugye, mert olyan nincs, hogy csak jó valami, vagy csak rossz, hanem azért ott megvan a mérleg, az mérleg. No. A gazdasággal kapcsolatban. Tőke szabad áramlás. Mit jelent ez gyakorlatilag? Ez a négy liberális alapelv. Ez azt jelenti, hogy eddig már a tőke által történt leigázása az országunknak megtörtént. Ugye, mert bejött a tőke, azt mondták, hogy működő tőke, ez kell nekünk emberek, lebontott, lerombolt mindent, megszüntette a munkahelyeket, utána szépen fogta magát, mint egy tájfun átvonult fölöttünk, aztán tovább át, mert azt mondta, hogy Romániában még olcsóbb munkaerő van. Románok örültek annak, hogy valami van, hogy letten állok, azt majd megkérdezzük utána a románokat. Majd megkérdezzük, mi a véleményük. Mert ugye ők is most már szembesültek azzal, hogy 63%-kal csökkent a költségvetési bevétel a csatlakozás óta. Attól függetlenül a kedves nézők kedvére el kell mondani, hogy sokkal jobb helyzetben vannak, mert ők még nem adták el az országot. Ők még nem. Tehát nekik megvan a nemzeti vagyon. Így van. A nemzeti vagyon anyagi része. Erről majd külön kell beszélnünk. Most a tőke szabad áramlásának az a jelentősége. Most már Magyarországra a tőke befele hát nem igen tud áramolni, mert nincs miért. Már mindent megvettek, amit meg lehetett. Most viszont egy érdemes folyamat fordul. Most a szőnyeget, majd a földet. Igen, egyrészt még a föld, az hátra van, de most még egy pár hónapot várniuk kell, mert még csak ilyen az előbb említett sundabunda módon lehet megvenni a magyar földet, hogy magyar névre veszik meg, aztán ez a zsebszerző. Miért kell nekünk ilyen, mindig ilyen magyaros... Nem lehet az, hogy egy ilyen határozott fejlekopintása... Ez megint a hazugságnak a következménye. Nem mondták. Na igen, de tanulnak valakitől, úgyhogy... Jellemző. Szóval... Amikor mondom azt, hogy... Morális elkölcsi válság, miért pont ők legyenek különbek, mint a vezetői? Amikor mondom azt valakinek, hogy a római szerződés 56-os pontját Martonyi János külügyminiszter írta alá, ez tartalmaz az, hogy a föld, termőföld az tőke része, és ennél fogva annak az adásvétele az természetszerűen történik, akkor azt mondják, hogy persze, mert az a Hornak volt a külügyminisztere. És akkor mondom, hogy nem. Amikor ezt aláírta, akkor az Orbán kormány volt hatalmon, a Horn is elkövette a maga biztonságait. Elkövette Medgyessy is, elkövette Gyurcsány is. De amit Orbán követett el, azt tudjuk már, hogy azt ő követte el, kérem szépen. Mert ez így a korrekt. De most már megvált, tehát most egy kicsikét a tőke befelé áramlása megszűnt. Viszont elindult a kifelé áramlás. Mert azzal, hogy a multik és a bankok kiviszik a nyereségüknek egy jelentős részét, az előbb, amiket elmondtam számok, ebben az évben már 1500 milliárd forintot, semmi. Most már a magyar vállalkozók is viszik kifelé a pénzüket. Tehát a tőke most eddig befelé áramlott, ameddig letarolt mindent. Most már, amikor már nincs mi letarolni, most már fogja magát, új vadászterületet keres neki, de az itt meggazdagodott magyar vállalkozók, ez a felső réteg, ez is most már becsatlakozott. Most már ő is viszi ki Magyarországra a pénzét. Ez ebben az évben nemhogy csak mérhető, hanem a KSH jelentése szerint ez már körülbelül 650 milliárd forintot fog jelenteni ebben az évben, tehát annyit visznek ki magyar vállalkozók Magyarországról. Tehát a tőke áramlása az most így változott meg, hogy miután itt már nem igen tud mit keresni, emiatt aztán még a magyar is tovább áll. Az áru szabad áramlásával van viszont, mint második liberális alapelvvel őrületesen nagy gondunk, változatlanul. Nevezetesen itt ugye a vámunió az egy alap dolog, mert ezzel tulajdonképpen az EU-n belüli, az úgynevezett belső piacon nem lehet érvényesíteni vámokat egymással szemben. Ezzel egy hatalmas nagy veszteség éri azokat az országokat, akik eddig zömmel exportáltak.
ez érinti most Romániát, ez érintett minket is, mert mi nekünk pozitív volt az export-import egyenlegünk az esetek zömében. Ami esetleg átfordíthatta volna, az viszont azonnak a multinacionális cégeknek a behozatala volt, ami nem itt maradt, hanem itt tovább földolgoztatta, és utána vitte tovább ki. Szóval ebben rosszul jártunk. Az áru mennyiségének korlátozási tilalma, ez az, ami benne van az EU-ban, ez eredményezi azt, hogy miután versenyképtelen a magyar áru még Magyarországon is, azért mert kevesebb támogatást kap, mint a 15-ök árui, állami támogatást nem tud kapni, tehát versenyképtelen, emiatt aztán a szabadon bejövő áru nyilvánvaló, hogy kedvezőbb kereskedelmi pozícióba kerül. Versenyképtelen, miért versenyképtelen? Mert drágában tudjuk előállítani. És megveszük a búvlit, megveszük azt, amiről nem tudjuk, mondjuk élelmiszerben mi van benne. Ez a kínálatnak a manipulációja. Ez a tipikus eset. Nem tudjuk, hogy miket eszünk meg. Most ugye itt a szójával kapcsolatban volt a legegyenesebb és legkeményebb dolog, és egyben az is látszott, hogy ugye az Egyesült Államok mennyire nem kívülálló, nem sima harmadik ország. Az Egyesült Államokban a szójának most már azt hiszem 90%-át, de szint talán 100%-a is génmanipulált formában. Hát de mi csodálkozunk, amikor már egy sima kínai gyerekjátékban is kábítószer. Minden. Szopogatja a golyók, és kómába esnek a gyerekek. Na de most ez az, ami tehát, hogyha ezeket a bizonytalan minőségű és egészségügyre ártalmasságuk nem egyértelműen megnyugtató árók jönnek be, és a magyar egészséges áró pedig emiatt nem kerül a piacra, akkor kérem szépen ez egyértelműen azt jelenti, hogy Magyarország gazdasága folyamatosan gyönyörű szépen tönkre fog menni. Majd fizetjük a vízidíjat, ugye nem tudjuk mit teszünk, ez előbb-utóbb úgyis ott kötünk ki. Úgyhogy. Igen. Tehát az áró szabadáramlásával kapcsolatban ez a helyzet. Mi a megoldás? Mindenképpen, és én azt hiszem, hogy azzal, hogy most az európai EU tagországokban egyre erősebb ismét az EU ellenesség, ezzel el tudjuk érni azt, hogy egy természetes állapotra álljon vissza az EU. Magyarul, arra az egyenrangú felek közötti kereskedelmi kapcsolati rendszerre, ahonnan indult. Be kell látni mindenkinek, hogy az európai gazdasági közösség az egy életképes dolog volt. Az tudott működni. De azt is be kell látni mindenkinek, hogy amikor már a pénzvilágnak és a multiknak rendeljük alá ezt az egészet, és ezzel azt mondjuk, hogy már nem európai gazdasági közösség, hanem EU, Európai Unió, kvázi előre hozzuk, mint egy Európai Egyesült Államok. Tanka professzor erre vonatkozó tanulmányában egyértelműen kimutatta, hogy ez a cél. Ezt nem fogadhatjuk el. Annál is inkább nem, mert megvan a természetes. Mit szólnak ehhez a többi tagállamok? Ez az, amit az előbb mondtam, most már jelentős minden országban, tagországban, nagyon jelentős az EU-val szemben állóknak. Ez kormányzati tábora. Szinten értendő, nem, vagy nem, pedig nem. Lengyelek egyedül azok, akiknél lehet, hogy majd a kormányzati szintre is fog menni. Ugye most a legújabb dolog, hogy azt mondta a lengyel új miniszterelnök, aki most a választásokkal hatalomra került, hogy az EU-val, az Egyesült Államokkal és Oroszországgal egyformán kedvező kapcsolatot akarnak építeni. Az EU-t úgy említette, mint egy tőle független országot. Még egyszer, tehát azt mondta, hogy az Egyesült Államokkal, az EU-val és Oroszországgal egyformán jó kapcsolatot akar kiépíteni. Aztán a Gordon Brown, ugye az új angol miniszterelnök, igen. Ő pedig kifejezetten euroszkeptikus.
Tehát ő ugye nem engedte, az angoloknál megvan ez a hagyományos szemlélet, nem engedték ugye, hogy euró legyen náluk, ők a fonthoz ragaszkodnak. Ők ragaszkodnak azokhoz az előnyökhöz, mint hozott joghoz, amit még Thatcher asszony vívott ki az akkori gazdasági közösségen belül, hogy ők olyan támogatást kapnak az általuk egyébként lenézett kontinensről, ami egy teljesen pozitív diszkriminációt jelent számukra. Tehát Sarkozynek ez a kijelentés, ez a többi ország számára elfogadhatatlan. De milyen közösség az, ugye, ahol diszkriminálok? Tehát ahol az amúgy is nehezen, görcsösen és ezer sebből vérző gazdaságot visszafogom, nem engedem a támogatást, akkor hogy akarom elérni azt, hogy fölzárkozzon, versenyképes legyen, és egyenjogú tagként működjön? Ezek szólamok. Hogyha végigolvassuk a két módosított szerződést, vagy akár az elődjét, az EU alkotmányt, azt látjuk, hogy azt mondja, hogy tiszteletben tartja a szociális biztonságot. Elismeri, hogy joga van rá. Ez a két kifejezés folyamatosan elismeri, meg tiszteletben tartja. Na erről is elnézést kérek mindenkit, eszembe jut egy vicc, és ezt nem lehet másként, mert ez annyira tragikusan tragikomikus, hogy ez csak ezzel lehet. Ugye amikor a záróra van a étteremben, és a zenészek ugye elosztják a borravalót, és a brácsásnak nem ad a prémás, és mondja neki a brácsás, hogy mi az, hát nekem nem járni jár, csak nem jut. Körülbelül ezzel így vagyunk, hogy amikor azt mondják, hogy tiszteletben tartjuk, meg elismerjük, hogy joga van a önrendelkezésre, akár személyileg, akár nemzetiségileg, akár hogyan, igen, csak hát a földételt nem adjuk meg. És ez visszakanyarodik ahhoz a gondolathoz, ami a szabadsággal kapcsolatos. Ugye azt mondja, hogy szabadság van az EU-ban, hát persze, meg demokrácia, meg ilyenek. Hát kérem szépen, a szabadságot nem elég kijelenteni, úgy, mint ahogy az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozata, önálluk is azért megvan megfelelő baj. Ugye azt mondja, hogy az állam és az ember szabadságán keresztül ígéri a boldogságot mindenkinek. Ígéri. És garanciák? Az nincs. És itt sincs. Amikor ő ígéri, hogy lesz szociális ellátás, ígéri, hogy lesz munkahely, ígéri, hogy lesz normális oktatáspolitika, ígéri, hogy lesz gazdasági jólét. De hova vezet ez, ha mind-mind meg lesz nyírválva? Hát sehova, szóval ezért van ez a krach. És ezzel szemben viszont, ugye, mert nem vették át a Szent Koronából, amikor a Havas Henriknek ezt mondtam, akkor ő azt mondja, hogy hát francia forradalom előkészítő reform gondolatok mutatkoztak meg ebben, mondom, ezt lehetne mondani, ha a Szent Korona eszmény néhány tízezer évvel nem lenne öregebb. Mert ugye akkor már megvolt, és teljesen egyértelműen bizonyítható, csak hogy a Szent Korona eszmében ott van a biztosíték. Amikor azt mondja, hogy minden, ami a magyar földön, föld alatt, föld felett van, az egyetemes magyarság örök és elidegeníthetetlen tulajdona, amire birtokjogot is csak a Szent Korona tagja szerezhet. Erre mit lépne az Európai Unió? Vagy mit szólna hozzá? Hát ez a tőke szabad áramlásának a teljes megtagadása. Hát ez nyilvánvaló, a liberális alapelvvel nem egyezik. Ez nem fogadhatja el. Mert az azt mondja, hogy itt Magyarországon minden a miénk, minden a magyarság, az egyetemes magyarságé, tehát az állam alapító és államalkotó nemzetek közösségé. És tovább megyek a negyedik pont. Azt mondja, hogy minden magyar érték a magyar érdeket szolgálja. Hoppá, hát akkor amit mi adunk oda a bankoknak meg a multiknak kamatba, meg az árba a cégeknek, akkor azt ő nem viheti ki innen. Mert az magyar érték. Tehát ennek magyar érdeket kell szolgálnia. Szóval itt ezek azok a gondolatok, amiket érvényesíteni kell, mert különben nem tudunk létezni, nem csak mi,
hanem egész Európa nem tud létezni, és ezt most már egyre többen látják. Nem véletlen az, hogy ennek az anyagnak a kivonatát lefordították egy nap alatt gyakorlatilag németre, tudtam, és nem is kellett a beleegyezésem, de tudtam nélkül, hanem csak utólag jelezték, hogy már a német nyelvterületen is. Köszönjük szépen, már elemzik. Igen, nem baj, ez az a lényeg, hogy ez terjedjen, de nagyon szeretném, hogyha a magyar politikusok is most már érdemben reflektálnának rá. Mert az, hogy 4 éve könyörgök nekik, hogy ember, álljál már ki velem egy nyilvános vitára, hogy lássa mindenki, hogy miről van szó. Elfogadom, hogy neked van igazad, de bizonyítsd be. Ugyanúgy tényekkel, ahogyan én minden tényekkel támasztok alá. Nem is vesznek tudomást, amikor Gyurcsánynak írok leveleket, a Cilli Katalin szokott válaszolni rá, és azt mondja, hogy ilyenkor mindig azt mondják, hogy én antiszemita vagyok, meg én mit tudom én mi vagyok, meg egyáltalán én ne hivatkozzak, ilyet írt legutóbbi levelébe Cilli Katalin, ne hivatkozzak Bibó Istvánra és Németh Lászlóra. Hát ő ne hivatkozzon, ögyen meg a lelkit. Hát nem veszi tudomásul, hogy Bibó pontosan tisztába akarta rakni azt, amit ők elrontottak. Nem veszi észre, hogy Németh László a Kert Magyarországával és a minőségforradalmával tulajdonképpen egy tiszta Magyarországot akart fölépíteni. Azzal szemben, amit ők most csinálnak. Én nagyon csodálkozok, hogy ilyen hangvételben és ilyen jellegű, ilyen stílusban képesek levelet írni, amikor az alapértékeket nem tudják megfogalmazni. Hát nem tudnak egy jövőképet adni a magyarságnak. Hát az, aki mondja, hogy mi lesz 2008-ban, az elmondta szeptemberben, hogy mi volt. Igen. Mert hogyha most megnézi ezt a tanulmányt, a gazdasági részt, akkor azt látja, hogy azzal, hogy az igény és a lehetőség összhangját biztosítjuk, a kereslet, kínálat által manipulált kereslet helyett, és ezzel egy olyan helyzetet eredményezünk, amikor a pénz visszakaphatja eredeti érték közvetítő funkcióját, mert csak annyit bocsátunk ki, amennyi a várható össznemzeti vagyon növekedésnek megfelelő. És össznemzeti vagyonon nem csak az anyagi vagyont kell érteni, hanem a lelki és a szellemit is. Nagyon egyszerű példa. Újságot nem fognak venni az emberek? Az anyagi érték? Dehogy az. Nem fognak televíziót nézni? Nem fognak színházba menni? Hangversenyt hallgatni? Nem fognak templomba eljárni? Nem fogják azokat az ősiségünkből, hagyományunkból eredő dolgokat, tulajdonságokat, lelki kincseket ápolni, amikben dehogy nem fogják. No hát ez az, amit vissza kell állítani, és ha ezt megtesszük, akkor majd a következő fejezetben, amikor majd beszélünk a költségvetésről, nagyon jól látjuk, hogy ezzel a módszerrel lehet jóléti Magyarországot teremteni, gondoskodó Magyarországot teremteni, ahol nem költségvetési hiánnyal kell küszködnie a magyarságnak, hanem költségvetési többletünk legyen. És ide még csak egyetlen gondolat. Amikor azt mondják nekem, hogy úgyis elnyomnak bennünket, meg éhen halunk, hogyha függetlenné válunk, hát álljon már meg a menet. Hát gondoljunk, ez az a merjünk kicsik lenni gondolkodásmód. Vegyük tudomásul, hogy Magyarország 30 millió embernek tud adni egészséges élelmiszert. Ez Tanka Endre professzornak a munkáiból egyértelműen látszik. Nem várunk 10-20 évben belül sivatag. És úgy, akkor is megfogja a magyar ember, akkor is meg fogja találni. Ez a föld a gázzal például, gázmezőkkel, amiket most folyamatosan egymás után jelentkezik, hogy föltárnak, és elherdáljuk. Ha már ezt felhozhat, hagyd mondjam azt el, hogy azt mondja ez a szerencsétlen gazdasági miniszter, hogy mekkora üzletet csináltunk a makói gázmezővel, a profit 12%-át Magyarország kapja. Hát normális az ilyen. Hát az összes profit a miénk, hát az a mi földünkön van. És erre azt mondjuk, hogy a profit 12%-a milyen kis, milyen hatalmas üzlet. Hát ne, szóval nem csak a, de most ezt hadd mondjam, hogy a termőföldnek ez az értéke. Erre azt mondják, hogy el fognak bennünket zárni, és nem lesz piac. Dehogy nem. 2 évvel ezelőtt senki nem beszélt róla.
parlamenti interpellációt adott, nyújtott be az egyik MDF-es képviselő a külügyminiszternek, hogy miért nem hozta nyilvánosságra arra a levélre adott választ, amit az Egyesült Arab Emirátusok, lehet, hogy Szaúd-Arábia, a kettő közül az egyik, amivel megkereste Magyarországot, és kérte, hogy korlátlan mennyiségű egészséges élelmiszert hajlandó átvenni tőlünk, amit az arab világban ő továbbad, és a mi választásunk szerint dollárban vagy olajban fizet. Nem tudjuk eladni, ami... Ne, semmi. Az volt, hogy azért nem lehet, mert EU-val folytatunk tárgyalásokat, és már előbb ezeknek a magyar élelmiszernek Európában van megfelelő piaca, és ezt kell előnybe részesíteni. És ide jutottunk. Néhány év alatt ide jutottunk, hogy már megműveletlenek a földjeink. Amikor most jöttünk be itt, és láttam, azt hittem, hogy csak Alföldön szokás. Nem vágják le, kérem szépen, a kukorica szárat. Nem vágják le. Ott fog majd megint a hó le fogja lepni. Akkora hatalmas tápláló érték van benne. Hát a nagyapám ezzel letette egész télen keresztül a teheneket. Hát persze is. Ott hagyjuk el rohadni. Nem tudunk gondolkozni, hogy ha az egészséget, az, amink van, az mekkora érték, és ebből mit tudunk csinálni. Hát ez a gazdaságpolitika lényege, hogy ezt fölfogjuk. Hát ugye meg egy kis emberség is kellene, mert hát éhező tömegek. Így van. Százezrek, milliók vannak, úgyhogy ezen tovább kellene jutni. Egyes tagországoknak a fejlődését hogy fogja meghatározni az Unió? A 15-ök, vagy a 10-ek, tehát a 2004-ben belépett 10 és az azóta belépett 3 tagállam vonatkozásában egyértelmű, hogy az alapcél az, hogy ezek a tagállamok lássák el, hogy mondjam, erősítsék és piacot adjanak a már meglévő az eredeti 15-nek. Ez mindenből látszik. Ez a cél. Ezt akarják elérni a mi rovásunkra. És nem szabad elfelejteni, még egyszer mondom, és ez nem antiszemitizmus, hanem egy konkrét tényekre alapuló vélemény. Nem szabad elfelejtenünk Izrael gazdasági befolyását és annak egyre várható növekedését. Nem ezek az országok meg tudnák teremteni, és tegnap vagy az előző alkalmak egyikén beszéltem a jogharmonizációs tilalomról. Mi ennek a jelentősége? Ha a Kárpát-medence országai, tagországai, akik most tagországok, már az is elég lenne, Ausztria, Szlovákia, Románia, Magyarország. Ha egy olyan belső társulást hoznának létre, mint a Benelux, amit viszont megenged az EU, akkor kérem szépen, ki tudnánk a jelentős részben zárni azoknak a hátrányoknak a hatását, amelyek ebben a pillanatban. Hát itt a feladat. Ha nekik megengedi, akkor... De nem engedi meg, hát benne van ebbe a szörnyűségbe, kérem szépen, hogy jogharmonizációs tilalom van, kivéve a Belgium, Hollandia és Luxemburg által már korábban ez a szerzett jog, korábban létrehozott... Ez mit mond erre egy egyszerű magyar ember? Ez egy agyrém. Erre mondják azt, hogy a te anyát. Hát már elnézés, de... Szó szerint. Nyilvánvaló. Hát ez nem hát mondhat le kell már. Fordítani, tehát meg kell érteni, hogy mi van benne a sok hogy, között. Hogy Magyarországon az állam akkor se adhatna áltámogatást egy termékre, hogy Magyarországon legalább versenyképes legyen. Ha lenne pénze rá, nincs rá pénze, de ha lenne. Ezzel szemben Németországra nem vonatkozik az ártámogatás tilalma. Azért, mert az NDK és az NSK össze ugye egyesült. Hát de könyörgök, az NDK ugyanúgy volt, mint pontosan. A magyarok, a szlovákok, a lengyelek. Sőt, még hogyha emlékszünk rá, pontosan azért. Sőt, ott még fejlettebb volt, mert több pénzt nyomtak bele, igen, ugye, hogy mert ne legyen volt a minta. Erre is mit mond egy egyszerű magyar ember? Hát most... Na most erre, ha vezetőink bólintanak, lelkük rajta, de mi sorsunk a tét. Ez az, amit nem lehet tovább tűnni. És ezért kell az egész rendszert átgondolni. Nem arról van szó,
hogy ne legyünk kapcsolatban Európa országaival, nehogy valaki azt higgye, hogy én azt mondom, amikor azt mondom, hogy az EU helyett vissza kell állni a egyenrangú országok közösségére és közötti kapcsolatra. Nem. Én nem azt mondom, hogy mi szakadjunk ki Európából, hanem azt mondom, hogy mi a saját értékeink szerinti elbírálással és annak érvényesítésével szerves része legyünk, és nem pedig beolvasztott része, hanem szerves része, ami összhangban van mindenkivel mással. Így éljünk. Tegyünk rá egy lapáttal. Mit jelent az, hogy fizetésképtelen országok gazdasági korlátozása bármelyik belekerülhet? Ez a védintézkedés. Ez egy döbbenet. Miért beszél arról alapelvként az EU, hogy a szolidaritás alapján áll. Amikor... Hát de kivel szolidáris, könyörű. Benne van a, megint csak... Ezekkel az országokkal nem tudok szolidáris lenni... Ha egy ország akár természeti katasztrófa, akár mi miatt, gyakorlatilag olyan helyzetben ellehetetlenül gazdaságilag, bármelyik belekerülhet. Védintézkedést léptetnek életbe. Tehát akkor, ha magyarázzuk el, kedves nézők, de mi ez a védintézkedés? Hát ez azt jelenti, hogy ha már elkezdtél meghalni, akkor most már halljál meg rendesen. Pontosan azt jelenti, hogy innentől kezdve nincs bizalom, nincs kölcsönös bizalom, nincs az, hogy én most ide behozok árut. Érthetetlen, hogy miféle család ez akkor? Hát ez olyan, ahol nem testvérek, hanem mustár testvérek vannak. Hát másként nem lehet fölfogni, mert az, hogy ez a védzáradék, hogy a védintézkedés, ami harmadik országra vonatkozik, az is erkölcstelen, de az még valahogy érthető, hogy amikor egy harmadik ország, tehát EU kívüli ország kerül ugyanebbe a helyzetbe, akkor az EU egésze gyakorlatilag ugyanezzel a fönntartással van vele szemben. Akkor még azt mondhatom, hogy akkor minden országnak... Kivéve Izrael. Ő másfél véle bajba fog kerülni, de az mondjuk más kérdés nyilvánvaló. De az csak nem erkölcsös. De mert az azt mondja, hogy nem a családon belül, hanem a szomszéd kinyát nem veszem, mert ez ugye, ez azt jelenti. Mezőgazdaság, még egy kicsit beszéljünk róla. De arról külön is fogunk beszélni. Külön is fogunk, akkor ezt most hagyjuk. Beszéljünk egy kicsit az uniónak azon a, tehát az anyagi vonzatáról, hogy mibe kerül ez nekünk, hogy tudják, értsék a kedves nézők. Mert lehet, hogy én sem fogom. Mindenki. Nem tudom, mit akarsz. Biztos vagyok benne, hogy mindenki megérti. Itt megint egy hazugsággal állunk szembe, amit a politikusaink, a médiánk belénk súlykolt. Azt mondják, hogy nettó befizetők vagyunk, vagy nem vagyunk nettó befizetők. Azaz, a tagdíjjalnál kevesebbet, vagy többet kapunk úgynevezett támogatásként. Ez a meghatározó, mert hogyha többet kapunk, akkor új, de jó. Ha kevesebbet, akkor meg valaki hunyó. Hát kérem szépen, nem így van. Tudnék, amikor majd megnézzük rövidesen a költségvetést, akkor látjuk azt, hogy az összes vám elment az összes országból, tehát mi tőlünk is, megy az adóknak és egyéb járulékoknak egy jelentős része a közkasszába, a Brüsszelbe, és még a monetáris munkák, tehát a pénzügyi tranzakcióknak egy jelentős része ugye megint csak a közös kasszát fogja növelni. Akkor kérem szépen, ahhoz a 200 milliárd forinthoz kell hasonlítani a ügynevezett támogatást, amit tagdíjként befizetünk, és nem ahhoz a 4000 milliárd forinthoz, amivel megkárosítanak bennünket összesen évente. Na most mit mondtál, mond még egyszer, így olyan kedves, ezt a számot, hogy mennyivel? Tehát 200, erre az évre vonatkozóan 206 milliárd forint lesz a tagdíjunk. Tavaly 180 akár mennyi volt, ugye ez a GDP arányában. 206 milliárd. Összesen nettóba, tehát levonva az összes elvonásból azt, amit megkapunk támogatásba, ez 4000 milliárd forint évente. Látják, hallják a kedves nézők, 4000 milliárd. 4000 milliárd.
Én hiába kérem, hogy beszéljen 10 millió forintról, mert én csak addig látok el. 4000 milliárd. Döbbenetes szám. Igen, ezzel kapcsolatban megint nagy, egy kicsit oldásként, ugye ez a rejtő szöveg, amikor a Vannek úrnak mondják, hogy 20 000 frank, és akkor azt mondja, hogy Isten áldja meg, nem beszéljen ilyet. Mondjon 20 frant, azt már láttam, de 20 000 frant az csak számtan példában van. Hát körülbelül nagyon jól tudom, hogy mindenki így van vele. De hogyha ezt visszabontjuk egy-egy emberre, és azt mondjuk, és ezt fogjuk most minden településen elmondani, hogy arra a településre lélekszáma szerint mennyi sarc jut ebből, amit az elmúlt időszakban elvettek tőlünk, mert nem csak 2004. május 1-e óta sarcolnak bennünket, hanem már az úgynevezett előkészítő időszakban is, ami körülbelül nem egészen 9000 milliárd forintot jelentett. Az akkor, tehát az előkészítő időszak. A felkészülés. Így van. 93-től. Kérem szépen, nehogy azt higgyék, hogy ez valamiféle légből kapott szám. A külügyminisztérium, a Magyar Nemzeti Bank és a KSH adataira támaszkodva mondtam és állítottam össze ezt. Ez tényadat. Az más kérdés, és ezt ne tőlem kérdezze meg senki, hogy a külügyminisztérium, a Magyar Nemzeti Bank és a KSH miért nem összesíti ezeket az adatokat? Miért külön-külön egy-egy részt hoznak csak nyilvánosságra? Nyilván azért, mert hogyha véletlenül valaki rátéved egy ilyen adatra, akkor csak azt lássa, a többit ne. És akkor azt mondja rá, hogy hát ez még úgy viszonylag elfogadható. A támogatásokról. És nagyon fontos ezt is megérteni mindenkinek. Előzőleg már beszéltem erről a szörnyűséges szóról, ami szintén egyik alapelve ez a jó, rendben, tudjuk. Most nekem se sikerült elsőre kiszadásra kimondani. Ami azt jelenti, hogy ott hozzuk a döntést, amire a döntés, ahol a döntés hatása kifejtődik. Kérem szépen, nem egy településnek az emberei tudják, hogy a településnek mi kellene, és az alapján kapnának úgynevezett támogatást, egy gyönge visszaosztást? Hát kérdezzünk meg bármelyik vállalkozót. Hát a lila hajat kap, amikor Budapesten hozzák azt a törvényt, és az hozza, aki de most már fogalma is, sincs arról, hogy milyen törvényt alkotott. De nem is Budapesten, most Brüsszel. Hanem Brüsszelben döntik el, hogy mire lehet Magyarországon pályázatot kiírni. Hát ez őrület. Hát ők mondják meg, hogy mi nekünk, mire van szükségünk, és nem mi. Hát ez az agyrém. És itt azért megint hadd mondjam el azt, amikor átnézte ezt a 4000 milliárd forintról szóló összesítést a János Drábik, akkor azt mondja, hogy de hát akkor ez azt jelenti, hogy 100 forintot elvesznek, 60-ra kiírnak pályázatot, 30-ra elfogadják, aztán 10 forintot úgy adnak, ha mi még önrészként hozzáragunk még 10 forintot. Szóval itt pontosan így működik. Kérem szépen, ez az, amitől idáig jutott Magyarország gazdasága, hogy már nem termelnek az emberek, hogy itt a 4,5 millió létminimumon vagy az alatt élő. Itt van az a 3,5 millió még egzisztenciáját tartó ember, akitől viszont, akit le fognak szegényíteni, mert olyan manipulációs eszközök állnak a rendelkezésükre, hogy ezt meg tudják tenni. Hát észnél kell lennünk most már. Nagyon fontos. Azért vagyunk itt, azért beszélünk róla, hogy tájékoztassuk a kedves nézőket. Gazdaság. Eladtunk szinte mindent, kiárusítottuk az értékeinket, eladtuk az országot, ugye alig maradt már valamink. Mi marad nekünk akkor, hogyha ez ilyen keretek között lesz elfogadva? Megint jön a Bush élet és a kalász? Hát nyilvánvaló, hogy ez így nem fog maradni. Ki fog ürülni Magyarország? A magyarok fogják elhagyni. Adja Isten, hogy ne így legyen. Mert tulajdonképpen ez a cél. Minden más országgal szemben, még egyszer emlékeztetett mindenkit arra, amit mondott Sharon úr 11-én, hogy mehetten Lengyelországot és Magyarországot meg fogják venni. És ehhez pedig itt nem kell 10 millió magyar.
Itt elég az a 6 millió, amit Hon Gyula annak idején mondott, hogy 6 millió magyar bőven elegendő ebbe az országba. Akkor mindenki azt hitte, hogy azt mondja Hon Gyula, hogy 6 millió ember legyen Magyarországon a 10 millió helyett, hát a fenét. Nem, ő már előre jelezte, hogy 6 millió magyar az elég lesz szolgálnak azok számára, akik majd bejönnek. Mi mindenről nem tudunk még? Hát sok mindenről, mert még egy jó néhány dologról beszélünk, és én azt szeretném, hogyha most már ez országvilág előtt nyilvánosság lenne. Ha felvállalnák a politikusok azt, megengedve, hogy nekik van igazuk. De legalább fölvállalják. Vállalják azt. A párbeszéd. Így van. Lehetőségét ne utasítsák el, és erről beszélni kell, nem pedig utána csodálkozni de rajta. Egy föltétel azért van ám, tudod, hogy ők legalább annyira legyenek fölkészülve tényadatokból, mint ahogy ennél vagyok. Mert hogy a blöföléssel, meg különböző ilyen frázisok pufogtatásával akarnak vitázni, akkor nem fogunk előre jutni. Én megígérhetem a kedves nézőknek is, hogy visszajelzéseket fogunk kapni, mert kell, hogy kapjunk. Azok a levelek is, ugye, amit majd hivatalos formában tolmácsolni fogjuk. És nem kis téma ez a gazdaság. Nem lehet felületesen frázisokat pufogtatva így van. Elmenni mellette. Én örülök, hogy mai nap is velünk tartottak. Én megköszönöm dr. Halász Józsefnek a beszélgetést. És szemezgetünk mi még ebből a reformanyagból. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra. Istenemnek kell.